két döntőbe kerültünk, így azt mondhatom, hogy sikeres volt. A klubomnál végzett munka, azt mondhatom, hogy pozitívan zárhatom ezt az évet. Igazából még a munka fele van kész, mert van még egy másik döntő, és ugyebár a válogatottban is csak most jönnek a fontos meccsek, úgyhogy nagyon remélem, hogy így a döntő először is ez a heti munka ez jó lesz, és akkor ezt át tudom vinni még a két válogatott mérkőzésre is, hogyha arról lesz szó. Úgyhogy tényleg boldog vagyok, hogy hazatértem egy évre. Nekem ez hazai pálya, én itthon vagyok, ugye itt nevelkedtem Debrecenben, karrierem nagy részét itt játszottam, úgyhogy én abszolút itthon érzem magam. Igen, voltam az a stadionban, néha csak nézőként is, de láttam a Debrecen Újpest elleni mérkőzését, úgyhogy a látvány az magával ragadott, igazából a hangulat is, úgyhogy én már nagyon várom a csütörtöki meccset. Bízom benne, hogy lehetőséget is fogok kapni. Azt, hogy mit várok a mérkőzéstől, hát nyilván a hangulat és a körítés az adott lesz ahhoz, hogy egy jó meccset játszunk. Jó csapat ellen is fogunk játszani, tehát tényleg meg lehet mutatni, hogy mi van most a csapatban benne. Azt viszont tényleg el kell ismerni, hogy jelen pillanatban a válogatott még most alakuló félben van, tehát nekünk még nagyon sokat kell dolgoznunk együtt, hogy egységes és jó csapatot benyomását keltsük. Tehát ezen vagyunk, tehát igazából ez a három felkészülési mérkőzés erről fog szólni. Hát bízom benne, hogy akár már csütörtökön tényleg úgy tudunk pályára lépni, és úgy tudunk játszani majd, hogy azt mindenki szeretné, és sikeresen fogjuk venni a dánok elleni mérkőzést. Még egy rövid kérdést, ugye most a Debrecenén kellett ezt. Igen. Ezzetem. Igazából úgy kompletten az egészet emelték ki, az akusztikáját, magát a hangulatot, ami benne volt, az a 19-20 ezer ember, ugye, aki szurkolt a mérkőzésen. Tehát azt mondták, hogy olyan érzés volt, mintha nem is Magyarországon lettek volna. Tehát kimentek a gyepre is, és úgy beleboldogott mindenki. Lehet, hogy emiatt is voltak kicsit ugye azon a meccsen tompábbak, de Istennek aztán sikerült feloldódniuk és megnyerni a mérkőzést. Úgyhogy hát én is várom. Tehát igazából én azért nekem most ez az egy év alatt sikerült hasonló környezetben játszanom, tehát ilyen stadionokban. Úgy érzem, hogy hozzá vagyok ezt szokva, de nekem külön öröm, hogy tényleg ilyen stadionot láthatok itt Debrecenben. Hát én már most tudom, mi a helyzet, ugyanis tegnap egyeztettem a menedzseremmel, és hát sajnos ugye úgy alakult, hogy a Middlesbrough-val ugye egyeztettek, és nem szakmai okokból, de úgy néz ki, hogy az, hogy megvásároljanak, az most nem fog beleférni a büdzséjükbe. Mondták, hogy ez nem szakmai okokból, és nem is emberi, hanem igazából az, hogy ugye a céljaikat nem érték el, nem sikerül ugye évek óta följutni, és nem igazán tudják ezt most a büdzsébe belevinni, hogy most engem megvegyenek. Úgyhogy mivel Debrecenben van még szerződésem, nyilván két év, így valószínű, hogy itt fogom kezdeni a felkészülés, aztán hogy alakul ez még a nyár folyamán, hogy sikerül esetleg kimenni egy más csapathoz, vagy lesz egyáltalán érdeklődés, az majd kiderül. Kezdem, ha már nálam van. Azt még ugye nem tudjuk, hogy milyen csapat ellen fogunk játszani, mármint olyan szempontból, hogy ki fogják alkotni, tehát még nem lett ismertetve felénk az a csapat, aki ellen játszani fogunk. Nyilván ez majd az elkövetkező pár napban majd megvalósul, és több információt fogunk kapni róluk. Viszont azt ugye tudni kell, hogy ez egy jó csapat, évek óta együtt van, együtt játszanak, tehát mindenképpen előrébb tartanak, mint mi szerintem. Azért jó játékosaik is vannak, azért a kapuba is meg, a védelembe Agger, ez mindenképpen említést érdemel, vagy a középpályán az Eriksen, tehát jó játékosok alkotják őket. Az, hogy milyen szisztémában és milyen felfogásban játszanak, azt meg majd ismertetik velünk, tehát ezt meglátjuk. Hát igazából még nem sok mindent tudtunk meg a dán válogatottról.
Úgyhogy egyelőre magunkkal foglalkozunk, csapatként kell játszanunk, úgy kell együttműködnünk, és szerintem akkor nem lesz ezzel probléma.